Minden, ami művészet, mondja, tartja a Magyar Művészeti Akadémia jól ismert szlogenje. Ha nem is mindenről, ami művészet, de 2023 két területen legfontosabb művészeti eseményeiről biztosan beszélgetünk majd az elkövetkezőkben. Két vendégemmel, Salamin Ferenccel, aki a Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti tagozatának, és Stefanovics Péterrel, aki pedig a képzőművészeti tagozatnak a vezetője. Milyen volt ez az esztendő 2023 a Magyar Művészeti Akadémián a két tagozat szempontjából? Salamin Ferenc. Izgalmas volt az év. Ahogy mondják, a nemzetközi helyzet fokozódik, nálunk is ez történt. Egyrészt folytatjuk azokat a programjainkat, amiket a korábbi években, másrészt megpróbálunk mindig valami kicsit újabbat is kitalálni, úgyhogy amit elhatároztunk, azt tulajdonképpen végrehajtottuk az év folyamán, a tagozatban. Programokat, pályázatokat, kiállításokat, konferenciát, és hát néha még újdonságok is előkerülnek az év végére. Mi ez az újdonság? Ez hangzik nyilván jelen pillanatban a decemberben lesz egy kiállítás az egyik akadémikus társunknak, Rudolf Mihálynak Tokajban, Bodonyi Csabáék a regionális munkacsoporttal egy konferenciát szerveznek. Miskolcon például lesz egy kiállítása a nem akadémikus köztestületi tagoknak, Pécsett az egyetemen. Úgyhogy még a decemberre is kiderül, hogy sok elképzelés van, és sok megvalósítandó dolog. És mik voltak azok, amik mondjuk előre eltervezettek voltak, és régi nagy hagyományra épülnek? Hát az egyik legfontosabb programunk az a fiatal építészeknek, 40 év alatti építészeknek kiírt, minden évben kiírt ötletpályázat. A idén januárban ez különösen azért volt érdekes, mert különböző művészeti ágakat összekapcsolt. Lantos Ferenc, hát grafikus, festő, tanár munkásságára kellett Pécsre tervezni egy múzeumot az ő munkáinak a kiállítására. És mivel ő ugye a geometrikus művészet egyik jeles képviselője volt 70-es, 80-as években elsősorban, meg később is, tanított is, iskolát alapított a művészeti iskolán, vagy a szakközépiskolán egy művészeti ágat, ha jól tudom. Az volt a lényege a feladatnak, hogy Lantos művészetét hogyan lehet épületbe, az ő műveit bemutató épületbe beintegrálni, vagy azt egy inspirációként felfogni az ő geometrikus művészetét, és nagyon sok pályamunkában ez tényleg visszaköszönt, hogy próbálják összekapcsolni a képzőművészetet és az építészetet. Úgyhogy nagyon izgalmas volt ez az egyik legfontosabb, minden évben legfontosabb programunk. És például itt csak a idézőjelben a Csakot nyilván tervpályázatról volt szó, vagy arról, hogy meg is valósul majd ez a múzeum, is épül majd? Ezek a mi pályázataink kifejezetten arra szolgálnak, hogy megvalósítási szándék nélkül, de a helyi kezdeményezőknek mégis ötleteket, gondolatokat adva jöjjenek létre ezek a pályamunkák. Ez az egyik indoka, a másik indoka pedig az, hogy fiataloknak legyen lehetőségük a fejüket és a szívüket használni, és szerencsére 30-40 pályázó szokott minden évben beadni terveket, nagyon színvonalasok, lehetőséget szeretnénk számukra biztosítani, hogy gondolkozzanak, tervezzenek az ötleteiket, a koncepciójukat papírra és gépbe vessék, és ezt megmutathassák a közönségnek. És hát természetesen a hely a polgármestere, város vagy a település is esetleg a későbbiekben fel tudja ezt használni, mint gondolatébresztő, mint egy lehetőség, hogy igen, Lantos Ferenc, hát akkor majd ezekre alapozva most már többet látunk, hány négyzetméter, milyen megoldás, hogy lehet bevonni a képzőművészeti gondolatot is az építészetbe.
És hát, hogyha egyszer ez egy elhatározásra juttatja azt az adott települést, jelen esetben Pécs városát, hogy igen, Lantos Ferenc képzőművésznek múzeumot szeretnénk építeni. Gondolom, hogy ilyen pályázatra a képzőművészek is odafigyelnek, ugye? Hát irigykedve néha, ugye, mert ilyen típusú pályázatot nem tudunk írni. A jövő, a közeljövő minden esetre reményt ad a 3000-elékes törvény, ugye, amiről hallunk, hogy amennyiben az országgyűlés megszavazza, vagy már talán meg is szavazta is, életbe lép, akkor az lehetőséget nyújt, hogy élő kortárs művészek is, ha úgy tetszik, automatikusan, jelképesen mondom ezt a szót, de mégis garantáltan egy bizonyos költségkeretre támaszkodva az újabb épületekbe meg tudnak jelenni munkáikkal. Ez egy fontos és régen vágyott dolog, és itt nyilván nem elkerülhető, sőt szükségszerű az építész képzőművész együtt gondolkodása talán a kezdetektől is, amikor megszületik az épület terve. Ez a 3000-elékes törvény ugye azt jelenti, hogy minden a jövőben megvalósuló állami beruházásnál az összköltségvetés 3000-elékét kortárs művészeti alkotásra kell majd költeni. Igen, ez a szándék, hogy ez egy folyamat legyen, és nyilvánvaló, hogy meg kell teremteni a mechanizmusát, tehát egy jó értelemben együtt gondolkodás, ahogy mondtam, az építész és a képzővészek világa között. Az a lényeg, hogy ez egy bázist képez, mert általában, amennyire én tudom és ismerem a múltat, a régmúlttal ne foglalkozzunk, mert az egy más világ volt, ugye, hogy ilyen mondjuk úgy maradvány pénzekből dekorációk kerültek ilyen-olyan eszközökkel és módszerekkel a helyükre, úgy ahogy. De hogyha ez egy komolyabban átgondolt és szakmailag és anyagilag is egy bázisra támaszkodó lehetőség, akkor nagyobbak a remények. És ebben akkor a Magyar Művészeti Akadémiának kezdeményező szerepe lehet, hát, ugye? Hát újabb időkben, ugye, ahogy néhány hete van csak új elnökünk, ugye, mondom, az a remény, hogy ez az akadémiának a szervezésébe kerülhet ennek az anyagnak, ennek az egész elképzelésnek a kialakítása és működtetése. Nyilván ez egy összetett, bonyolult feladat, és az organizálás az fontos, hogyha az akadémia hatása alatt lenne, vagy legalább szakmai befolyása alatt lenne. De ez egy szép lehetőség lesz akkor az összjátékra, ugye, építészek és képzőművészek között. Tehát én nagyon remélem, és azt is remélem, hogy ki lehet tágítani itt a művészeti alkotások általánosan elfogadott körét, tehát a képzőművészeten, mondjuk a festészeten vagy a szobrászaton túl az iparművészetet is be lehet vonni az építészetbe, tehát egy díszesen kitalált, elegáns tárgyalóba vagy egy előcsarnokba lévő lámpa, vagy egy iparművészeti alkotású korlát, akár a textilművészek által létrehozott függöny, vagy drapéria, az mind művészeti alkotás, és mind emeli az épületnek a fényét, és hát a használók, az embereknek a közérzetére úgy gondolom, hogy alapvetően fontos, és szinte nélkülözhetetlen, hogy a művészetet valahogy becsempészik a mindennapi életünkbe. Úgyhogy én nagyon nagy reményeket táplálok ez iránt, hogy elkezdődjön az a folyamat, ami most néhány évtizedig szünetelt, hogy a művészet egy integráló művészeti alkotásban, az építészetben megjelenjen és ott legyen állandóan. Ez a 3000-elékes törvény, ez ugye a jövő, de a 2023-as év a képzőművészek számára a Magyar Művészeti Akadémián mit hozott, mit jelentett, mit adott? Nekünk van egy menetrendünk, amiben elsődlegesen fontosnak tartjuk, és jövőre már 10. alkalommal rendezzük meg a 4 ösztöndíjasunk, és 2 életútdíjasunk, és 2 tagozati díjasunknak, tehát összesen 8 művésznek a kiállítását a Vigadóban. Ennek van egy, mondom, 9 éves múltja már, és ez számukra is fontos, és számunkra is, hogy ugye azokat tudjuk ebben a tekintetben kiállítótérben fogadni, akik ugye nem akadémikusok természetesen, de ösztöndíjasaink közül, egykori ösztöndíjasaink közül nem egy tagja már az akadémiai tagozatnak. Tehát ennek van egy íve, ami nem
minden esetben, de sok esetben oda vezetett, hogy most már köztünk vannak. Tehát ez egy állandó kiállítás minden évben, amit külön kurátor kezel, és ez egy fontos esemény nekünk. Vannak folyamatosan beérkező igények. Mi megállapodtunk annak idején, hogy a Vigadóban nem állítunk ki, mint saját házi színpadunkhoz tulajdonképpen, hanem azt mondtuk, hogy 70 év fölött lehet kérni egy jubileumi kiállítást. És hát ezek előfordulnak, ugye, mint ahogy ebben az évben is Szem Adám György 75. életének 75. évfordulójára volt egy kiállítás a Vigadóban, és a naktosok, tehát a nem akadémikus köztestületi tagok közül is van olyan, aki pályázott és 70 éves, és annak jövőre lesz kiállítása. Tehát ezek ilyen befogadott kiállítások, amikre a tagozat igent mond, és akkor az megvalósul. Minden évben van egy olyan kiállítás, ami hosszabb távú előkészítést igényel. Ezek többnyire vagy összetett, szakmailag nem kizárólag a képzőművészekre alapozott kiállítások. Speciálisan ilyen volt például az 56-os szabadtéri kiállításunk az ország különböző pontján, vagy az Eukarisztikus Világkonferencia tiszteletére rendezett kiállításunk, az is szabadtéri volt, de Erdélyi, ahol a legnagyobb számú képzőművész él, kapcsolataink nagyon erősek, és ezért a 2017-es Transzilvánia kiállításunk, ugye Transmisszió Transzilvániában, ugye volt egy ilyen kiállítás, ami egy konferenciával is kísért anyag volt, az párhuzamosan hasonló szerkezettel áll most egy kiállításunk Hambas Béla 125. születésének évfordulójára, Meditációs objektumok címmel, december 10-ig látható a Nagyváradi Püspöki Palotában, nagyon reprezentatív körülmények között, és ezek a évente egyszer egy-egy nagy közösen eldöntött kiállításnak a megvalósítása, hát ez tényleg igényel egy évet. Tehát ezek elég összetett, bonyolult feladatok. Ez minden évben előkészítés után megvalósul, egy ilyen ehhez hasonló, és ebben az évben éppen december 1-én, 2-án lesz Szolnokon egy nagyobb konferenciánk, amit a Szolnoki Művésztelep nagyon aktív fiatal gárdája szervez, Verebes György vezetésével, ami egy régi új kérdést tesz föl: mi a művészet, miért csináljuk, és van-e valami funkciója a mai időszakban a képzőművészetnek, azon belül, miután a festők eluralkodnak a szakmában, belefordíthatjuk úgy is, hogy a festészetnek mi a küldetése. Hát erre elég sok elméleti ember, illetve művész is vállalkozott, hogy egy kétnapos tanácskozás során valamire jutunk, meglátjuk. És ennek a valamire jutásnak mi lesz majd az eredménye? Tehát valami kiadvány formájában megjelenik, tovább vitatható lesz majd? Én nem vagyok ebben a tekintetben optimista, de talán azt is mondhatom, hogy még az se tisztázott a ismereteim szerint, hogy a őseink, tehát mondjuk a Laszkói barlangnak a festői miért csináltak azt, amit csinálták. Tehát voltak ilyen elméletek, még sráckorunkban ezt tanultuk az iskolában, hogy fölrajzolták a bölént és dobálták. Hát nem, szóval most éppen a Laszkó kapcsán az a legújabb elmélet, ami azért is alakult ki, mert nemrég láttam egy francia filmet, ugye a Laszkót végleg lezárták. És fölépítették a mai technológiával jelképesen közel a eredeti barlanghoz egy tökéletes másolatát. És ehhez az kellett, hogy az összes részletfotót négyzetmilliméteres felbontással, térbeli alakításokat, hogy pontosan hűen hozzák az anyagokat, a festés manuális mi voltát, a bevonva a művészettörténészeket és a restaurátorokat, elemezték, és arra jutottak, hogy ez tulajdonképpen nem volt más, ez a barlangi tudástár, mint egyfajta beavatási szertartásnak, egy nagykorúság pillanatának a eseménye, ahogy bemutatták a világot azoknak a fiatalabb vadászoknak, és többnyire ugye férfiaknak, akik hát eljutottak abba az életkorba, hogy idézőjelben a szabad világba, ahol
nagyon kevés emberrel lehetett találkozni, és nagyon sok állattal. És ez egy tudástár volt, kvázi egy gigantikus képernyő, mozgó alakok nélkül, de érzékeltetve az akkori világ lényeit. Most éppen ez a tudományos megállapítás él, nem lehet tudni pontosan. Tehát ehhez képest fogjuk tudni azt megállapítani, hogy mit ér ma a művészet. Nem hiszem, hogy valami végleges megoldásra jutnánk. Hogyha már itt a közeli tervekről szó volt, ilyen konferencia tervekről, pályázati tervekről is, akkor mondjuk a jövő évre előre tekintve mik azok, amik a tagozatokban a legfontosabbnak tűnnek, mondjuk az építészeknél? Az eddigi programjainkat folytatjuk, tehát jövőre is lesz, sőt már kiírásra került ez a bizonyos fiatal építészeknek szóló pályázat. Januárba kell beadni. Aztán idén is volt konferenciánk, volt egy kiállítás is. Sokat beszélgettünk arról, hogy az MMA kiadóban milyen építészeti könyvek szülessenek meg. Három sorozatot indított a tagozat. Az egyik az életmű könyvek, az most például Finta József könyve készül, és még nem tudom melyik. Aztán a Generációk nevezetű könyvsorozat, amiben inkább elméleti munkásságot, vagy pedig műemléki munkásságot, oktatási tevékenységet végzett idősebb kollégák és akadémikusok életét foglalja össze a könyv, és van az úgynevezett mestermunkák, amely egy épületről egy részletes kiadványt készít. Ebben a sorozatban az első könyv Ferenc Istvánnak a Miskolci épület együttese szerepelt, és a jövőben Turányi Gábor munkája lesz benne, és mások. A kiállításokon és a konferencián kívül van egy ilyen könyvsorozat, aztán természetesen nagyon fontos a tagozati ösztöndíj, hogy ott is évente általában 4 ösztöndíjat tudunk kiadni, és nagyon izgalmas munkák készülnek abban is. Tehát ezeket visszük tovább. És hát ott van még ugye az építészeti múzeum kérdése, ahol hát szintén ugye a pályázatban a Magyar Művészeti Akadémiának, az építészeknek jelentős szerepük van. Igen, ez tágabb tematika, nem a tagozatnak a feladata vagy munkája, hanem a MMA pályázata. Azonban a tagozatból meghívottak, akik szerettek volna részt venni, jelentkeztek és színvonalas munkákat adtak be. Volt már zsűrizési alkalom, a végeredmény még nem született meg, de hamarosan az is meg fog születni, hogy ki nyeri ezt a pályázatot, és remélhetőleg végre sok évtized után, hát már legalább 50 éve beszélgetünk a Magyar Építészeti Múzeumról, és ennyi év után remélhetőleg tényleg létrejön a először a terv, és aztán meglátjuk, hogy milyen anyagi lehetőségek lesznek a megvalósítása, de reménykedjünk benne, hogy lesz. És a képzőművészeti tagozatban a tervek jövő évre közeli? Hát ugye tizedik alkalommal lesz ez a bizonyos ösztöndíjasaink, díjazottainknak a kiállítása, ami ugye ha összeadjuk a eddig hát ilyen értelemben bevont, jutalmazott kollégák számát, ez 60-70-re tehető már az elmúlt 10 év alatt. Ez egy konstans kiállítás. Vannak, ahogy mondtam, jubileumi események, Vései Gábornak lesz egy kerek évfordulója, ő csinál egy kiállítást, és mindig vannak pályázatok, amiket minden tagozati ülésen értékelünk, többnyire kiállításokat kérnek, nagy számban, nagy támogatással, hát itt nem sok lehetőségünk van, se a befogadható kiállítások mennyisége, se azoknak a támogatása nem partalan a rendelkezésünkre álló összeg. És minden évben, ahogy mondtam, egy nagyobb előkészítésű kiállítás megvalósulna. Ennek most a tárgyalás szintjén állunk. Szeretnénk egy olyan kiállítást létrehozni, ami valóban
a Magyar Tudományos Akadémia tudománnyal foglalkozó, szaktudományokkal foglalkozó egyéneinek a gondolkodásába kapcsolódna bele. Szerencsés egykori középiskolai osztálytársammal való beszélgetés erről, azt hozta Barna Balázs professzor úrról van szó, aki növényi genetikával foglalkozik, és röviden kértem, hogy számunkra is fölfogható módon próbálja fölvázolni, hogy mivel telnek a napjai nemzetközi kutatási felületeken és intézetekben, és ennek a szövegnek lenne tulajdonképpen az a szerepe, hogy fölkeltse az érdeklődést a kollégákban, meglehetősen elvont mikrobiológiai világba lehetne azon túl, hogy konkrét események és eredmények várományosa lehet egy-egy ilyen kutatás. Például a gabonaféléknek a sokkal nagyobb terméshozama olyan területeken való termesztése, amelyek pont a fölmelegedés miatt ugye kiesnek a termelésből már, tehát tulajdonképpen a világ élelmezési problémáival foglalkozik, és ezt szeretnénk a Természettudományi Múzeumban bemutatni, ami egy sajátos helyszín. Úgy gondoljuk, hogy az eddigi tapasztalataink is ezt mutatják, hogy nem megszólva vagy elkerülve a Vigadó adta lehetőségeket, de sokkal jobb eredményeket hozunk, hogyha kimozdulunk olyan terekbe, ahol tíz és tízezrek vannak. Tehát például az eukarisztikus kongresszusnak a tiszteletére rendezett szabadtéri kiállításaink körülbelül 40 ezeren látták Székesfehérváron és Esztergomban. Ezek gigantikus számok, amiket megközelíteni se lehet egy hagyományos kiállítótérben. És a Természettudományi Múzeumban pedig hetente körülbelül 10 középiskolai osztályt visznek el. Hát ott garantált egy-másfél hónapos kiállítással a 20-30 ezeres látogatás. És hát mi fontosabb ennél, ha nem a látogatottság száma, hogy egyáltalán találkozzanak a művekkel. Szóval most ezen gondolkodunk, és ezek a tárgyalások folynak, hogy a kiírás megszülessen, és akkor elindulhat a folyamat mindenkiben. Itt jól értem, hogy akkor a képzőművészet segít értelmezni azt, amit a mikrobiológia kutat, tehát a nagy közönség számára láthatóvá, érthetővé, elfogadhatóvá tenni? Valami olyasmi, hogy mi megpróbáljuk megfejteni ezeket a meglehetősen elvont szakmai gondolatokat, és hát átalakítjuk látható forma rendé valamilyen formában, ki így, ki úgy, és hát ezeket a mondjuk műveket vinnénk a közönség elé, azzal nem titkolt és nem eltitkolt háttérrel, ugye, hogy milyen kiindulási alapból történt ez, ugye, hogyha egy ilyen professzori életmű mögött milyen munka van, és ezt milyen célt szolgál. És hát ugye tudjuk, hogy az MMA és az MTA közeledése az fontos szempont, és arra gondoltam, hogy ezt az alkalmat, ami egy egyszeri véletlen, és hál' Istennek még mind Barna professzor úr, mind mi jól vagyunk, hogy ezt használjuk ki, és valóban egy élő MTA-MMA kapcsolat legyen ennek a kiállításnak a magja. Itt ugye a két tagozatról beszélgetünk, ki a saját tagozatának az eredményeit, közeli, távolabbi terveit sorolja. Arra azért kíváncsi lennék, hogy mennyire látnak át az egyik tagozatba tartozók a másik tagozatnak a munkájára, kiállításaira, eredményeire. Tehát mondjuk, hogyha Salamin Ferencet megkérdezem, hogy a képzőművészeti tagozat 2023-as kiállításaiból vagy kiadványaiból mi volt az, ami leginkább tetszett, akkor van-e ilyen például? Úgy gondolom, hogy ez az, amit még lehetne fejleszteni. Szerencsére például tanulmányúton sokszor előfordul, hogy egy buszba különböző tagozatokból jönnek össze emberek, és megyünk 2-3-4 napra. Nálunk például minden évben van tanulmányút, és irodalmi tagozatból, képzőművész tagozatból voltunk már kiránduláson, sőt, fotoművészek voltak velünk, és hát ez a legjobb alkalom arra, hogy néhány nap alatt, amikor építészetet megnézünk, képzőművészetet megnézünk, a környező országokba, magyar lakta területekre szervezzük általában az építész tagozatban ezeket a tanulmányutakat,
Hát ott aztán mindenről lehet beszélgetni, főleg művészetről és a valós életről. Úgyhogy ezek a igazán jó alkalmak, hogy a tagozatok közötti kapcsolatok megszülessenek. Sajnos a programok olyan nagy számban léteznek, vagy szerencsére olyan nagy számban léteznek, hogy mindenre az ember nem tud elmenni. Viszont a kiállításokról volt szó. Szerencsésen az építész tagozatban is a kiállítások úgy alakulnak az elmúlt években, meg jövőre is, hogy építész műhelyek, építész alkotócsoportok egy-egy név által jellemzett alkotócsoportok kiállítása van, a kiállítását rendeztük meg itt a Vigadóban, és szerencsésen mindegyik, aki mostanában volt, nagyon nagy mértékben együtt dolgozik képzőművészekkel, iparművészekkel és más művészeti ágakkal. Tavaly volt Dévényi Sándor életműkiállítása, hát ő aztán a kerámikusokkal, képzőművészekkel nagyon-nagyon szoros kapcsolatot tartott egész életében, és az házaiban beépítve ott vannak ezek a művészeti ágak. Idén pedig egy sikeres kiállítás volt, körülbelül 50 év munkásságát foglalta össze Rudolf Mihály akadémikus társunk itt a Vigadóban, és hát nála a kovács munkák, az egyedi lámpák, a legkülönbözőbb szobrászati és iparművészeti termékek mind a műemlékekben, mind a vár rekonstrukciókban, mind az új épületekben benne vannak, tehát úgy gondolom, hogy ezek nagyon jó kapcsolatot és összművészeti bemutatkozást jelentenek. Jövőre pedig a vadász építész dinasztia kiállítását tervezzük. Vadász György, akadémikus fia, Vadász Bence és Vadász György édesapja, szintén építész, három generáció munkássága lesz kiállítva. Úgyhogy mi megpróbáljuk figyelembe venni ezeket a dolgokat, hogy ne csak magunkba álljanak az építészek, hanem mindenféle művészeti ág valahogy szerepeljen. És képzőművész szemmel, grafikus szemmel, festő szemmel mennyire látszik az építőművészeti tagozat munkája, kiállítások, pályázatok? Valóban, ahogy Ferenc mondta, ez a közös utak, amelyeket tulajdonképpen azt hiszem 6 évvel ezelőtt pont a képzőművészeti tagozat kezdeményezett, és akkor ezt közösen is bonyolítottuk. Velencei építészeti biennálé volt, amire együtt utaztunk. Idén is volt egy ilyen. Idén is voltunk, igen. Idén meg ráadásul érdekes szakmai kapcsolódás volt, hogy egy üvegművészeti terület, amin szép számmal voltak jelen magyar alkotók, akadémikusok is, két helyszínen is, Velencében. Főtitkár úr is ott volt, illetve Túri Attila, nem sokkal később megválasztott elnök úr is, és tulajdonképpen ezeken a rendezvényeken részt vettünk, és az első közös utazás és Velencei építészeti biennálénak a, mondjuk úgy, hogy viszont hívása volt egy délvidéki út, amit az építészek szerveztek, és azon is együtt voltunk, ami hát nagyon érdekes, elsősorban építészettörténeti emlékek voltak, amelyeket meglátogattunk, emlékszem, Makovec munkákat, és hát ne feledkezzünk meg az életne szépségeiről, például a Maurer borászatban eltöltött estéről, szóval olyan közös élmények voltak, amelyek ilyen alkalmakkor a legjobb helyszíneken tudják összehozni ezt a két területet, és hát a Walter Rózsi villában pedig mi is üléseztünk, és azt kell mondani, hogy egy nagy élmény, hogy az ember itthon ilyen szintű rekonstrukciót látott, és láthat, és használhatja, és hogyha ott a közeli telken mellette ugye fölépül majd a múzeum, akkor nyilván ott is, ahogy hallottam az előzetes tervekben, lesz befogadó tér vizuális művészeti eseményeknek, vagyis mindenféle művészeti területeknek kiállító tere is, ami teljesen természetes és nagyon jó dolog, hogy egy újabb helyszín, egy nívós helyszín megvalósulhat, mert ebben viszonylag szegények vagyunk, ezt csak úgy mondom, hogy az ideglenesnek készült műcsarnokért óriási versengés van mind a mai napig is, ugye, miközben hát egy komoly rekonstrukcióra szorul, nyilván ez meg fog történni egy redukáltabb formában, rövidesen, ami örvendetes, de hát ez azért önmagában jellemző, hogy
több mint 100 évvel ezelőtti nagy kiállításra épült, nem az öröklétnek épített épület ma milyen szolgálatokat tud még tenni, és nélkülözhetetlen. A konkrét idei eredmények, jövő évi tervek mellett engem az is érdekelne, hogy az építészet területén, illetve a képzőművészet területén a tagozatok saját maguk helyét hogyan, miként határozzák meg. Tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk a teljes magyar építészeti szakmai közösségen belül mi az, amit a Magyar Művészeti Akadémia építészeti tagozata, mint közösség képvisel, és ugyanígy a képzőművészetben van-e olyan fajta ismertető jegy, ami kimondottan az MMA-s képzőművészekre jellemző, és teszi őket egyfajta közösségé, jól megkülönböztethető, vagy jól felismerhető közösségé. Van ilyen jellegzetesség? Kezdjük talán az építészetnél. Az építészethez állítólag mindenki ért, mint a focihoz. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a minőséget valaki képviselje, és az építészeti irányzatok nagy száma szerencsésen képviselve van, a különböző építészeti irányzatok képviselve van az építőművészeti tagozatban. Ez nagyon jó, hogy sokfélék vagyunk. Nem egy irányzat csak. Ez rögtön azt is jelenti, hogy itt tulajdonképpen demokrácia van. És vita is? Vita természetesen mindig van, hanem is vita, de diskurzus. Hát ugye Makovec Imre azért alapította többek között az akadémiát, hogy a különböző irányzatok magas színvonalon művelői között párbeszéd legyen. Nem azért, hogy bizonyos irányzatok kizártak legyenek, hanem akinek van egy fontos gondolata a világról, azt meg tudja mutatni, és meg tudja beszélni a másikkal. Aki teljesen más gondol, de szintén fontos és magas szintű gondolata van. Na most ezt a magas színvonalat kellene elősegíteni az MMA-nak és az építőművész tagozatnak a világban, kifelé, és ezen próbálkozunk, tehát mind a pályázatokkal, kiállításokkal és egyebekkel, de szerencsésen különböző tervtanácsokba, zsűrikbe is tudunk delegálni tagokat. Tehát például, ha egy vidéki negyenjogú városba elmegy az ember, mint tervtanácsi tag, akkor ott úgy kell megjelenni, hogy a legmagasabb színvonalat kell képviselni, szerintem. És ez gyakran így is történik, hogy számítanak már az emberre, és örülnek, hogyha elmondja, hogy egy terv miért jó, és miért rossz, és hogy mondjam, hatással lehet arra lenni, hogy az országban mi épüljön, és ezzel mintát lehet adni azoknak, akik kisebb épületeket, vagy kevésbé fontos létesítményeket terveznek. Hát az lenne a lényeg, hogy főleg ami közpénzből épül, vagy aminek példamutatónak kell lenni az országban, az tényleg példamutató magas színvonal gondolatokat közöljön, és jól használható épületet eredményezzen, és ebben szerintem már elkezdtünk részt venni, akár az országos építészeti tervtanácsba, akár vidéki tervtanácsokba delegáltakat tudunk küldeni, akár pályázatoknál, a zsűrikbe, delegáltakat tudunk küldeni, és ez szerintem egy jó irány, mert hát hogy mondjam, kell, hogy legyen valami vezető gondolat minden építésnél, ami előre viszi ezt a kis országot, amely tele van nagy elmékkel és nagy emberekkel. És a képzőművészet területén ez az öndefiníció, ez hogyan határozható? Folytatnám a Ferenc mondatát, és nagy egókkal. Tehát azért az alkotó, a képzőművész az néha akkora, hogy ajtót kell bontani, mert nem tud bejönni. Fejet nem hajt. De most minden viccet félretéve, egyéniségek és egyéni utak játszanak, és hát ebből természetesen nem lehet, és nem is szabad valami konstans irányzatot vagy iránymutatást levonni, erre persze szándékunk sincsen. Az a jó, hogy vannak köztünk egyetemi tanárok,
más szinten is oktatók, akik a fiatalsággal és a tanítványokkal folyamatosan kapcsolatban vannak, és ezek például nagyon jól tudják ajánlani a következő generáció kiválóságait, például ösztöndíjakra, tehát vannak ilyen érzékenyebb felületek, nem kevéssé a hazánkban itt kis Magyarországon élő erdélyek, felvidékiek közül is néhány, akik az ottani viszonyokat jól ismerik, és ennek fontos szerepe van például a támogatásokban, pályázati kiírások döntésekor, hogy valóban egy hiteles jelenléttel tudjunk ott dönteni, vagy az ottani ügyekben támogatásokat adni. De hát igazából összetett a társaság. Néha a szobrászok azt mondják, hogy túl sok a festő, a festők meg azt mondják, hogy a szobrász is fest, hogyha jót akar, akkor beáll festőnek, és így tovább. De valóban vannak differenciák, szakmailag változó arányok. Nyilvánvalóan egyre többen foglalkoznak a digitális hátterű munkákkal, tevékenységekkel. A klasszikus rajzi tevékenység az kezd visszaszorulni, azt lehet tapasztalni. Nyilvánvalóan elsősorban a sokszorosított technikáknál, ugye? De ettől függetlenül nincs ilyen törekvés. Az viszont örvendetes, hogy sok esetben, mert hogy ez mondjuk úgy, hogy önkéntes, bizonyosra nagy rendezvényekben zsűri tagokat hívnak közülünk. És akkor ilyen értelemben már csak azért is, mert az előbb említett akadémiai díjakat, vagy korábban említett akadémiai díjakat, ugye hát szükségszerűen egy akadémikus kell, hogy képviselje egy díjazó zsűriben. Magyarán jelen vagyunk a szakmai rendezvények nagyobb részében. Hát azzal nem tud mit kezdeni se a tagozat, se a költségvetés, se a világ. Ugye, hogy 365 tagja van a Magyar Tudományos Akadémiának is, nálunk is pont 365 tag van, miközben hát 5x365 is lehetne egy kis túlzással. De mondjuk a tagozati létszámra tekintve az 40 fő, az bőven 200-at is kitölthetne, de hát erre nincs mód, ezt tudomásul kell venni, hogy ezek ilyen arányok, amelyek a törvény által megszabottak. Igen, nagyon sok jó művész és építész van, aki ebből a szempontból nem tud bekerülni, mint akadémikus, de viszont itt van a köztestületi tagsági kör, akiket mi azért próbálunk bevonni néha. Akár most például egy kiállításuk lesz, amit tagozati programként összeszerkesztettük a tablókat, kinyomtattuk, és ezt majd körbe fogjuk vinni jövőre az ország különböző egyetemein, iskoláiban, elsősorban, hogy a fiatalokat is megérintse, és ott van mondjuk 60-70-80 tabló a köztestületi tagok közül. Most lesz az első kiállítás Pécsett, még decemberben. De ugyanígy szeretnénk őket bevonni más munkába is, hogy tényleg ez kiszélesedjen ez a társaság, aki a magas művészetet, magas építészetet, építészet színvonalat képviseli. Például szokott nálunk lenni klub est, amikor meghívunk köztestületi tagokat, hogy adják elő, hogy ők mit csinálnak, mi a munkásságuk, és ez nagyon izgalmas, hát nagy érdekveszítő előadások vannak. Ráadásul pont úgy próbáljuk, hogy lehetőleg ne egyforma stílusba tervezettek, mindig kettő van belőlük az előadókból. Legutóbb például Füzes András építész és Paládi Kovács Ádám építész adott elő múlt héten, egy erdélyi kolléga, Köllő Miklós adott elő, úgyhogy megpróbáljuk azért kiszélesíteni ezt a kört. Eddig többes szám első személyben beszéltünk a tagozatokról, illetve beszéltek ugye a tagozatvezetők. Most a végén, a beszélgetésünk végén egy pici egyes szám első személyre is térjünk át, tehát hogy Stefanovics Péter, Salamin Ferenc éppen most mind dolgoznak, az mikor lesz látható, mikorra készül el, hogy telnek most művészként, alkotóként a napjaik, heteik. Stefanovics Péter. Nekem pont egy évvel ezelőtt volt egy, mondhatni, hogy egy nagyobb összefoglaló kiállításom a Szegedi Rökpalotában, ami tényleg az ottani rendezőknek és a művészettörténésznek köszönhetően egészen elképesztő technikai színvonalon sikerült megvalósítaniuk. Én gyakorlatilag csak a
megnyitóra mentem el, mert előtte, hogy is mondjam, kórházi elfoglaltságon volt egy komolyabb Covid megmérettetéssel, de elképesztő színvonalú világítás technikával fogadtak, amiből tudomásom szerint talán 4 vagy 5 hely rendelkezik ezzel a bizonyos fókuszált művekre koncentráló világítással, ami a Rögpalotában is megvalósítható volt. Egy-egy ilyen nagy munka rendezvény beszámoló után az ember azt mondja, hogy egy kicsit óvatosabban, meg egyáltalán egy nagyobb lélegzetű összefoglaló könyvem készül már egy ideje, és az írók küzdenek magukkal, ugye, és most már úgy mutatkozik a lehetőség, hogy talán jövőre, 2 év után, mert voltak korábbi határidők is, de hát az író az nem ír gyorsan feltétlenül, meg tele van az ő élete is. Lényeg az, hogy ennek a megvalósítása, ami hát persze azt igényli, hogy ott üljek a gép mellett adott esetben néhány hónapig, és rakjuk össze egy stúdióban az anyagot. Ez az, amiből foglalkozom, illetve hát kecskeméti meghívást kapott a tagozat, tulajdonképpen 4 kért föl az ottani bemutató kulturális központnak a nagy terme, ami erre alkalmas, jó kiállítási tér, hogy állítsunk ki egy önálló kiállítás, és hát az enyém az február 9-én nyílik, hogy ezzel is foglalkoznom kell, hogy oda részben új anyag, részben egy olyan válogatás, ami mondjuk ilyen összetételben még nem volt, illetve hát a friss anyagokat meg elkészítsem úgy, ahogy szeretném, úgyhogy ez foglalkoztat most. Salamin Ferenc? Hát nálunk sok munka van az irodában, általában a fiatalok bevonásával vannak, most éppen vannak vendégházak, van egy kis kastélyból polgármesteri hivatal, társasházbővítés és egyebek, viszont az elmúlt évben, ami nagyon érdekes és jó eredmény volt, Tokajtól nem messze Tolcsván egy új iskola elkészült. Hát nálunk jellemző természetesen az építészetben, hogy egy-egy munka 5-6 évig tart az első gondolattól elindítva, van, amikor 10 évig is. És hát folyamatosan ott kell lenni, észnél kell lenni, mert változhat a helyszín is, hogy nem erre a telekre, hanem arra, változhat a pénz, a rendelkezésre álló pénz, általában kiderül, hogy nem elég. Szóval folyamatos jelenlét és folyamatos küzdelem az, amíg az ember tényleg elér 5-6 év után oda, hogy átadnak egy iskolát és megnyitják, és oda jön a köztársasági elnök asszony és felavatja az iskolát, ez nagyszerű. A másik fontos munka volt idén, a többi mellett egy óvoda, szintén Tokaj környékén Szerencsvárosába, reformátusoknak egy 2 csoportszobás óvoda, amelyet Hüzes András fiatal építész kollégámmal, barátommal együtt terveztünk. Ezek nagyon jó történetek, és az a szép benne, hogy sokszor maga a kivitelező is jó kedvet kap az épülethez, ahhoz, hogy egy különlegesebb dolgot, nem egy átlagos egyen épületet akarnak építeni, kedvet kap ahhoz, hogy különleges szerkezeteket, ágyszerkezeteket, érdekes falakat, színeket, részleteket kell megcsinálni, és nagyon jó viszonyba tud kerülni az ember mondjuk egy áccsal, vagy egy művezetővel, vagy egy építésvezetővel, vagy akár egy villanyszerelővel, mert közösen kell kitalálnunk bizonyos részleteket ott az épületnél, és ez a jó ebbe a szakmában, hogy minden héten ott kell lenni, és az ember normális melósokkal, szakemberekkel, mesterekkel, talán ez még jobb, ha ezt mondom, mesterekkel találkozik az ember, és benne van az életbe, ott a felemelkedhet a dudva, muhar és a sárból az égbe. Hát ez, ilyen élményeink vannak folyamatosan, hát persze éjjel-nappal kell csinálni. Köszönöm szépen a beszélgetést ezekről az égbe emelő élményekről, és a következő esztendőhöz, illetve a következő hónapokhoz nagyon jó munkát és alkotóerőt kívánok beszélgető társaimnak. Nézőinknek pedig azt ígérhetem, hogy a Magyar Művészeti Akadémia tagozat vezetőivel a beszélgetéseket folytatjuk majd különböző összetételben, különböző társasági beszélgetések formájában. Köszönjük a figyelmet!